Évről évre egyre népszerűbb az online vásárlás, nem csak belföldi, hanem külföldi oldalakon is előszeretettel vásárolnak a magyarok. Érdemes azonban odafigyelni, hogy mit és mennyiért veszünk online. Az internetes vagy más néven online kereskedelem mind a vásárlók, mind az eladók számára számos előnnyel jár. A potenciális vevők otthonról vásárolhatnak, lehetőségük nyílik az árak összehasonlítására, majd a megrendelés követően a futár házhoz hozza az árut. Mivel azonban a felek a legtöbb esetben nem találkoznak egymással, a vevő a fizetést megelőzően nem látja élőben a terméket, és ez a helyzet kockázattal járhat, amelyet a csalók kihasználhatnak. Bár nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, a rendelés során érdemes kellő körültekintéssel eljárni. Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van. Történhet webshopokon keresztül és aukciós portálokon. A webshopokban a kereskedők jellemzően új terméket árulnak, számlával, jótállással, míg az aukciós portálokon sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Ennél fogva az áruk alacsonyabb, de az ezzel járó esetleges kockázatot ajánlott szem előtt tartani. Vennék a stúdióban Görömbeiné dr. Balmasz Katalina megyei békéltető testület elnöke. Kezdjét csókolom, jó napot kívánok! Üdvözlöm, én is! Mikor érdemes akkor, vagy mire érdemes odafigyelni, hogyha online szeretnénk vásárolni? Honnan rendeljünk? Kezdjük a belföldi. Vannak előnyei és hátrányai is az internetes vásárlásnak. Röviden azt mondhatnám, hogy megbízható webáruházból rendeljünk. Hogyan tudhatjuk azt meg, hogy egy webáruház megbízható? Ha mindazok a feltételek adva vannak, amit a jogszabály előír neki. Tehát megfelelő tájékoztatás áll a fogyasztó rendelkezésére, hogy hol van a székhelye, ha a székhelye nem azonos a értékesítés helyével, akkor hol van az értékesítés helye. Különböző jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettség az elállás jogáról, a termék pontos megjelöléséről, a vásárlásnak a feltételeiről, az, hogy milyen fizetési módok vannak. Ha olyan a vásárló felülete, hogyha véletlenszerűen beírunk valamit, akkor azt ki tudjuk utólag törölni. Tehát legyen korrigálási lehetőség, a kosárba valami bekerül, de aztán közben meggondoltuk, tehát azt ki tudjuk onnan venni, és akkor tényleg csak azt vásároljuk meg, amit meg akarunk. Tehát ha ezeknek a feltételeknek megfelel, akkor még az is pluszba hozzájöhet, hogy nézzünk szét a fórum oldalakon, mert itt aztán sok mindent tapasztalhatunk, mások kárából tanulhatunk. Itt megtudhatjuk, hogy mik azok az igazán megbízható áruházak, valamint a fogyasztóvédelem kormány honlapon is van egy olyan, ahol a nem megbízható webáruházak, akikkel szemben már különböző eljárások folytatódtak, azok is fel vannak tüntetve. Tehát először is, mielőtt bármit kattingatunk, legyünk körültekintőek. Mi a legfőbb probléma, amikor önökhöz fordulnak egy ilyen vásárlás esetében? A leggyakoribban nálunk a elállási jognak a nem megfelelő kezelésével kapcsolatos problémák jelennek meg a békeltető testületnél. Ehhez, hogy ezt értsük, azt is tudnunk kell, hogy mi ez az elállási jog. Az internetes vásárlás esetén nincs arra lehetőségünk, hogy az árut felpróbáljuk, megnézzük, stb. Ezért a jogalkotó világszert egyébként nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban egyformán van ez szabályozva, lehetőséget biztosít a vásárlónak, a fogyasztónak arra, hogy indoklás nélkül meggondolhassa magát, elállhasson a vásárlástól. Ezt a termék átvételétől számított 14 napon belül teheti meg. Az elállással egyidejűleg, tehát ezt írásban kell közölni, bizonyítható módon, ha rendelkezésre áll az online felületen erre nyomtatvány, akkor ott, akkor a webáruháznak ezt vissza kell jeleznie, hogy megkapta ezt az elállást. Ha nem áll rendelkezésre, akkor viszont célszerű postai módon tértivevényes levélben gyakorolni az elállási jogunkat. Nem elég, hogy írásba jeleztük, hogy elkívánunk állni, a terméket is vissza kell juttatni a kereskedőhöz. Ennek a költségei a fogyasztót terheli, tehát nyilván postán fel kell adni, és nem utánvéttel, erre nagyon fontos felhívni a figyelmet, hanem sima postai csomagként, és a kereskedőnek pedig az elállás tudomására jutásától számított 14
4 napon belül kötelessége visszautalni a általunk kifizetett összeget. Itt fel szeretném hívni a figyelmet, hogy nem csak a vételárat, hanem ha volt szállítási költség, vagy csomagolási költség, vagy egyéb költség, amit mi egyben kifizettünk, ezt mind vissza kell fizetni a fogyasztó részére, és olyan módon, amilyen módon a fogyasztó fizette, tehát ha banki átutalással fizetett, akkor banki átutalással, ha utánvétel, akkor pedig készpénzben kell megfizetni. Mi a tapasztalat, hogy ezek a weboldalak feltüntetik-e az elállásnak a módját, hogyha valaki szeretne elállni, akkor az hogyan teheti meg? A tisztességes webáruházak feltüntetik. Tehát ma már az a tapasztalat, hogy egyre inkább tudatosak olyan tekintetben is az áruházak, hogy betartják a jogszabályi előírásokat. Neki is érdeke, hiszen gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy elégedett fogyasztók legyenek a vásárlói. De sajnos még mindig vannak olyan áruházak, amelyek ezt nem tüntetik fel, sőt, nem található, visszaérkezik a levél a címzett ismeretlen jelzéssel, tehát az ilyenekkel van probléma, valamint azokkal a nem uniós országon belüli áruházakkal, amik külföldön vannak, mert ott a más szabályok vonatkoznak. Hát akkor, ha már így rákanyarodott, akkor beszéljünk a külföldi webáruházakról. Hát azért sokan rendelnek, akár Kínából is, de Amerikából is, különféle oldalakon keresztül, közvetítő oldalakon keresztül. Igen. No hát itt hogyan érdemes rendelni? Mi az, amire számítsunk? Mi az, ami, hogyha megrendelünk egy terméket, akkor ne érjen minket egyáltalán meglepetés? Igen. Tehát itt bizonyos korlátok vannak, ha 22 eurón aluli a termék, akkor nem kell fizetnünk sem áfát, sem vámot, viszont ha ezen felüli, akkor abban az esetben számíthatunk arra, hogy egyrészt meg kell fizetnünk az áfát, másrészt bizonyos összeghatáron még felül, pedig vámot is kell fizetnünk. Az, hogy akkor még mielőtt megérkezne a termék, számítsunk egy csekkre. Így van. Az, hogy milyen összegűek és milyen tételek vannak, azt a NAV-nak a honlapján megnézhetjük egyébként, tehát mielőtt vásárolunk, tudunk kalkulálni, hogyha megnézzük egy terméknek az árát, és még hozzáadjuk, hogy plusz milyen költségek adott esetben terhelnek még bennünket, mert itt nem csak ezek a költségek, hanem egyéb ilyen kezelési díj, meg egyéb is van, amit meg kell fizetni. Lehet, hogy a végén nem éri meg. Fizetés? Igen, hát ilyenkor legtöbbször bankkártyával kell fizetnünk, tehát ezeknél az áruházaknál nem jellemző, hogy utánvéttel fizetünk. Ilyenkor viszont mindenképpen külön elkülönített bankkártyával fizessünk, tehát minden banknak van arra lehetősége már, hogy külön online vásárlásra egy kisebb összeggel lévő bankkártyát bocsájt a fogyasztó rendelkezésére, ha ezt kéri, és akkor ezzel a kártyával nyugodtan tudunk fizetni, nem ér az a meglepetés, hogy a teljes összeg esetleg eltűnik a kártyánkról. Van ilyen lehetőség is, hogy PayPal. Így van, erre a lehetőségre is van, ez egy ingyenes lehetőség, regisztrációhoz kötött, tehát ezután is utána kell nézni, és ha megértettük, mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ne hirtelen ötlettől vezérelve kezdjük el ezeket a dolgokat, hanem kellő módon nézzük meg, olvassuk el a felhasználási feltételeket, különböző leírásokat, mindent. A másik dolog, amire számítanunk kell, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy nem érkezik annyi idő alatt meg a termék, mint amennyit az áruház előzetesen ír. Úgyhogy, ha egy karácsony ajándéknak szánunk, vagy egy születésnapra, akkor jó, hogyha előtte hónapokkal elkezdjük ezt, mert attól számítva, hogy Magyarországra beérkezett, még attól számítva is több hét telik el, mire valóban fizikálisan is a kezünkbe fogjuk a terméket. Fizetéskor mit válasszunk? Bankkártyát, vagy utánvét? Inkább, magyarországi webáruházok esetén sokkal jobb az utánvétes fizetési módot választani. A másik dolog pedig az, hogy ez azért is előnyös, mert hogyha a futár kihozza a terméket, nagyon fontos, hogy mielőtt átvennénk, nézzük meg, hogy nem sérült-e a csomagolás. Ha sérült, akkor mindenképpen eldönthetjük, hogy átvesszük,
vagy nem vesszük át. Ha átvesszük, akkor viszont vetessünk fel a futárral jegyzőkönyvet erről. Mondjuk a futáros emberek erre nem nagyon hajlandóak, nem nagyon mindig arra hivatkoznak, hogy sok dolguk van, sietnek, de ha elég határozottak vagyunk, és látják, hogy tisztában vagyunk a jogainkkal, akkor előbb-utóbb ez is meg fog történni. Online rendelés esetében is ugyanazok a szabályok érvényesek a jótállásra, illetve a szavatosságra, mint egyéb vásárlás esetén. Így van, természetesen 10 000 forinton felüli értékű műszaki termékekre vonatkozik általában a jótállás, de a szavatosság az viszont az ár korlátozása nélkül bármilyen termékre vonatkozik, tehát a szavatosság az azt jelenti, hogy a kereskedő szavatolja, hogy az a termék arra a rendeltetésre alkalmas, amire meg van jelölve. És hogyha ez nem így van, ha hibás a termék, akkor a megfelelő jogi érvényesítést igénybe lehet venni. És akkor megvan az a kiváltság mégis egy weboldal esetében, mármint egy online vásárlás esetében, hogy akkor elálljak a vásárlástól. Így van. Tehát ebben különbözik. A másik pedig az, hogy sokkal nagyobb a merítési lehetőség, tehát sokkal több helyen meg tudom nézni, össze tudom hasonlítani az árakat, otthon honról tudom megnézni, tehát sok előnye is van, de csak óvatosan. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.